4 évvel ezelőtt, amikor a város vezetése megkereste a vendéglátókerekasztalt azzal a kéréssel, hogy a Pünkösdi Fesztivált akkor nem túl jó állapotban valahogy keltsük életre, és magához vette a szervezés ötletét, és hal és vad ünnepet álmodtunk meg ebből, akkor sokan legyintettek, hogy ez nem fog sikerülni. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszak erre rácáfolt. Olyannyira, hogy ma már erősen szűkül az olló a Pünkösd és a Szület között, mondta Ács-Sezső polgármester a sajtótájékoztatón. Az idei évben összesen 34 program zajlik majd a 4 nap alatt. Én azt gondolom, hogy 2 ilyen nagy rendezvény mindenféleképpen el fog bírni a város hosszú távon is, meg középtávon is. És ugye a másik, ami különlegessége volt ennek a fesztiválnak, az pedig, hogy most a gasztronómia került előtérbe, és a kísérők lettek a borok tulajdonképpen, még a születenapokon pont fordítva van. A tavalyi évhez hasonlóan ismét lesz sátor és borudvar, a szokott helyen működik majd a Vidám Park is. A programokról szólva Zsikó Zoltán, a Babics Kulturális Központ igazgatója azt mondta, a napközben a helyi csoportoké, míg az esték az országosan ismert fellépőké. Itt lesz a Margaret Island, itt lesznek a Hősök, itt lesz Fenyő Miklós és zenekar a Cotton Club Singers, és itt lesz, velünk lesz Márko Márkovics, tehát egy egészen széles spektrumon mozognak a egyébként nagyon magas színvonalú és minőségű fellépők. 65 vásáros árulja majd a portékáját, és lesz külön étkes udvar a Liszt-Ferenc téren. Aki pedig az ingyenségekre vágyik, a Bilatéri sátorban találhat majd magának harapnivalót. Az idei hal és vad ünnep különlegessége az angolna lesz.